Hello! Elérkeztünk ehhez a naphoz is, amikor végre megmutathatom nektek a stúdiót, ahol költöztünk. Nem fogom az egészet megmutatni, ugyanis az egész lakás megmutatása, ugyanis ez igazából egy lakás, azt majd Bencénél fogjátok látni, viszont én mindenképpen szerettem volna megmutatni nektek a saját szobámat külön. Szeretném jelezni, hogy nincsen kész. Nagyon nincsen kész. És félig még a költözés, illetve a berendezés káoszában. Yeah. Nagyon széjjel vagyunk, elképesztően széjjel vagyunk. De ettől függetlenül azért a nagy jelet meg szeretném nektek mutatni. Minden úgy van hagyva, ahogy egyébként én használni szoktam. Azt elmondom nektek, hogy a lakás, amit kivettünk, összesen 48 négyzetméter, picike. Van benne kettő szoba, illetve egy nappali, aminek az egyik rövidebb oldala tiszta üvegajtó. Bencével úgy állapodtunk meg, hogy enyém a kisebb szoba, övé a nagyobb szoba. Nem tudom, észrevettétek-e az elmúlt pár videómban, hogyha Bencéről beszéltem, akkor mindig hátra mutattam, és sokszor eszembe jutott, hogy basszus, le fogom buktatni magam, hogy nem otthon vagyunk, de ez azért van, mert ő itt van pont mögöttem, és ott van szemben a nappali. És ami miatt én a kisebb szobát választottam végül is, az nem más, mint hogy a nagy szoba se lett volna elég nekem arra, ami a fejemben van. Ugyanis úgy fog kinézni a helyzet, Istenem, annyira izgatott vagyok, hogy elmondani nem tudom. Ebben a szobában történnek a leülős, nagy csatornás, tematikus videók 100%-ban. Itt forognak a körmös videók, a hajas videók, a smink videók, és a leülős kérdezfelelek, vagy sima beszélgetős videók. Még most. Ugyanis. A nappaliban van egy tökéletes, ezért vettük. Miattan vettük ki egyébként ezt a lakást, ugyanis a nappaliban van egy tökéletes fal, ami hófehér elejétől a végéig, és hogyha lerakok egy kamerát, akkor fekvő üzemmód van, tetőtől talpig benne vagyok. Ami nem tudom, csajok, tippeltetek el már, hogy miért fontos? Hát persze, a hol videók miatt. Úgyhogy szeretném bejelenteni, hogy lesz egy külön setupom csak a hol videókra. És ezen kívül nagyon nehezen akar összejönni, elképesztően bonyolult, nem gondoltam volna, hogy ennyire bonyolult lesz, de lesz még egy setupom, tehát összesen három kis Rebecca sarok lesz, fogjuk rá a sarok. Lesz egy külön olyan setup, ami csak a nagyon intim, beszélgetős videókra, kérdezfelelek videókra, könyves kuckós videókra, és nem is tudom még, hogy mire lesz, de ezt nem mondom el, hogy hogy fog kinézni, mert ha kész lesz, akkor mindenképpen megmutatom nektek, de lesz egy külön ilyen is. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, rengeteg pénzt költök, elmondhatatlanul sokat, viszont nagyon fontosnak érzem, hogy ha már lett egy külön helyünk, ahol csak dolgozni fogunk, és igazából mindenkinek megvan a saját kis helye, ezt tényleg kialakítsam olyanra, hogy valamivel azért emelje a csatornám színvonalát, úgyhogy ha véletlenül egy-két reklámmal többet láttok a videóimba, akkor legyetek eltekintőek, ugyanis a stúdióra gyűjtök. Na de most, hogy ezeket mindet elmondtam, pattanjunk fel, és körbevezetlek titeket a nagyon picike, de annál praktikusabb szobámban. Ha nem láttátok volna a költözős vlogot, ami csak egy nagyon-nagyon picike részlet, azt itt meg tudjátok nézni, és akkor gyertek, leveszlek onnan titeket, és nézzétek meg a szobámat. Hogyha kintről jövünk, akkor így érkezünk meg hozzám. Nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Ez a töltő folyamatosan itt van, és az egyik aksimat mindenképpen tölti, ugyanis viszonylag gyorsan merülnek ezek a pici aksik, és szükségem van állandóan egyre. Ide szeretnék majd egy kis polcot, valami, tudjátok, mint a törölköző tartók, ilyen kis nyitott polcos valamit, hogy tudjak ide pakolni, és többek között mondjuk a táskámat oda le tudjam helyezni. És ha már itt vagyunk, középen láthatjátok, nagyjából középen az asztalomat. Itt forog az összes videó,
ahol egy nagyon egyszerű kis székem van, de nagyon cuki egyébként, és nagyon bírom. Ez az asztal ugyanaz az asztal, ami eddig bármikor volt, és szerencsére úgy van beállítva a fényem, hogy ne nagyon lássátok, de múltkor a hajfestős videónál befogtam az asztalt, itt látjátok egy kicsit, úgyhogy majd édesnyelven lehet, hogy lefestjük, mert nagyon csúnya, olyan, mintha folyamatosan koszos lenne, és végül is koszos is, de nem úgy, értitek. Ezt a kis tartót egyébként IKEA-ban vettem, két oldala van, iPhone, fektetve, állítva, tablet, nem tudom én mi, nagyon jól elfér benne, és egyébként is nagyon kényelmes, viszont videózásnál nekem pláne nagyon jól jön. Itt vannak a kis cuccaim, a laptopom majdnem mindig itt van, úristen, most látjátok, hogy milyen csúnya. De olyan hülye vagyok. A laptopom majdnem mindig itt van, ugyanis vagy videót töltök fel, vagy e-mailt nézek, vagy valami mindig itt van. Az ecseteim legtöbbször itt vannak az asztalon, a tükrömmel együtt, és itt van mindig valamilyen zsebkendő vagy kéztörlő, hogyha a nadrágomba szeretném törölni az aktuális szemhéjfestékemet, akkor legyen rá lehetőségem, hogy papírba törlöm helyette. Ebben a két kis fiókban semmi nincsen, ezekben pedig káoszon. Ezt az egyet megmutatom, a hajas, van itt egy fésű, egy kefe, egy fésű, és a kis hajgumik hajcsatok, hogyha videó előtt szeretném megváltoztatni gyorsan a hajam, akkor az itt van kéznél. Ezután az egyik legfontosabb dolog a stúdióban, ami egy újítás az én számomra, Bencének ugyanez a ringlightja van, ez egy Elgato ringlight, és nagyon-nagyon szerettem volna egy saját fényt, ami csak az enyém, egy darab és tökéletes. Most, hogyha megnézitek, ez pontosan ennyi helyet foglal el, ami konkrétan semmi. Ez egy állványon van, nem a saját állványán. Mindjárt megmutatom, hogy az hogy néz ki, de annak az asztalra kellene, tudjátok, így rákapcsolódnia, viszont ez nem tartja meg, és nagyon magas lenne, erre pedig nem fér rá, mert ez túl vastag. Ups. Úgyhogy vettem egy állványt neki, ami kettő az egyben és fantasztikusan működik. A kis csavaros részére rá van téve az Elgátónak maga ez a gömbcsuklós része, és nagyon jól, stabilan tartja. Ez az állvány egyébként egy hama állvány. Ez egy fotós állvány, viszont nekem pont ilyenre volt szükségem. 20 000 forint volt, ami nagyon-nagyon jó ár, és már most imádom. És akkor kezdjünk belülről. Ja, ezt még megmutatom, itt van a nádaházamos kis nádam, ami még arra vár, hogy felhasználjam, ugyanis új helyre kell kerülnie. De nagyon cuki. Itt van az eredeti szekrény. A tetején egyébként egy inglot csomag, amit nem sokára TikTokon, és azt hiszem, hogy Instastory-ba láthattok, majd nálam kaptam nemrég rúzsokat. Úgyhogy ezt nem sokára mutatom. Ebben pedig azok a termékek vannak, amiket valószínű, hogy a mai napon használtam sminkekhez, és el kell még pakolnom. Mindig van kint egy, vagy egy doboz, vagy egy kosár, vagy valami, amiben belepakolom a cuccokat, és akkor, amikor végeztem mindennel, akkor el tudom pakolni. Tehát, ez az eredeti sminkes kis szekrényem. Nem sok minden változott, felül vannak a korrektorok, szemhéj előkészítők, illetve a fényes szemhéj festékek, mondjuk így. Következő fiókban van az összes púder, belül vannak a bronzerek, itt a sima púderek, itt a pirosítók, itt pedig a highlighterek. A következő fiókban szem és szájceruzák, szóló szemhéjfestékek és szemöldök termékek. A következő az egy ilyen kicsit mindenes fiók. Itt vannak a kimaradt termékek és ajakbalzsamok. Műszempillák, ez mindenféle eszköz, itt pedig az arcfestékek. Itt nem sok minden változás volt, itt a viszonylag féltős vagy drágább, egyedibb paletták vannak. Tati Beauty, az összes Jeffrey, Morphe, a Be Perfect palettám, és a James Charles-t nem tudom hova raktam, de az is itt van egyébként. Egyenlentebb vannak a viszonylag lájtosabbak, vagy kisebbek. Látjátok az összes Karaja, a Pindur Pandurok, az összes Kylie, Douglas, és a többi, és a többi. Ez jó csúnya, ne nézzétek. Az összes alapozó, primer, szempillaspirál, fixálósprék, szájfények,
matt rúzsok, szatén finisűek, a sima eredeti rúzsok. És itt pedig vannak a szivacsok, puffok és teszter méretek. Művér, oxi, kis pálcák, vazelin. Ez az eredeti, itt nem túl sok minden változott, hogyha egészen őszinte szeretnék lenni, de a másikban. Mielőtt megyünk a másikra, szeretném elmondani, hogy ez, amit itt láttok, ez 2 darab lengőpolc, ami azért fog nekem kelleni, lejjebb veszem a fényerőt, hogy kicsit lássátok, ide, ez titok, úgyhogy ne mondjátok senkinek, lesz 2 darab lengőpolc, amin a parókáim lesznek felsorakoztatva. Ide egyébként szeretnék egy pici padot betenni, tudjátok, ilyen kis csini padot, hogyha jön valaki, akkor le tudjon ide ülni, mert jelenleg az én székemen kívül nincsen ülőfelület itt a szobámban. Ez itt még a megoldásra váró cuccok helye. Ez egyébként az elgátónak a tartója, és ami az egyetlen egy problémám volt vele, hogy nem állítható a magassága, úgyhogy túl magas volt. Ez egy együttműködés, úgyhogy ezt nem sokára látjátok majd nálam. Ez egy parókaállvány, ez most érkezett nemrég. Ott bent van egy paróka, ez meg egy parafatábla, amivel még nem tudom, hogy mit kezdek. Ez meg már az egyik polcnak a hátulja. És hogy látjátok, ez a setup, ez az esztetik, amit szeretnék vinni ebbe a szobába is, és majd a kinti résznél is. Csodaszép, nem? Ez látjátok ugyanaz a nád, amit az előbb mutattam. És ahogy látjátok, ez egy ugyanolyan szekrény, viszont ez végre a körmös cuccaimat foglalja magába. Fantasztikus. Menjünk gyorsan ezen is végig. Egyéb kellékek. Viszonylag egyébként logikusan van elosztva, de nem tudom nektek elmagyarázni. Csiszolófejek, bufferek, reszelők, ecsetek, mindenféle pálcikás és vágós szúrószerszám. Összes tip, nyomdák, nem nyomdák, hát ilyen kis matricák végül is. Ezek a kis leoldó csipeszek és az akril festékek, illetve hátul a megpróbáltam, de nem jött össze pile, amivel nem foglalkozunk most. Itt vannak a zselék ezen az oldalon, a porcelánporok ezen az oldalon, 2 polygel és a színes porcelánporok. Ezt a részt még határozottan bővítenem kell. Következő, egészen belül a színes lakjaim vannak, ezek csak és kizárólag lakkok. Azok a gél lakkok, ezek a nyomda lakjaim. Ezek fényzselék, mattítózselék, speciális effektzselék, de minden ecsetes. Ezek pedig az előkészítő folyadékok, illetve látjátok ragasztó, körömált krém, ilyen dolgok. Itt van a műkezem, amit alig várok, hogy használjak, csak sajnálatos módon kipróbáltam természetesen, de kell hozzá egy olyan ragasztó, amit meg kell vennem még. Ezek viszont tényleg a nyomdák. Itt minden, ami csillog, pigmentporok, speciális effektporok, stb. Ezek pedig a szálmentes törlőkendők. Van egy külön fiók csak a technikai résznek, 2 csiszológép, a lámpám. Itt vannak a folyadékok, amik nem férnek el máshol, és ez egyébként a polygelhez, ez meg egy akril porcelán likvid. Ez pedig egy fixáló és előkészítő folyadék. Ez a leoldó fólia, ezek itt igazából ilyen random dolgok, látjátok, ezek már nem is teljesen körmösek. A kis ecsetmosóm is itt van. Ez egy még randomabb fiók, látjátok, van itt egy ilyen is, teszterek, egyéb, valamikor lehet, hogy kelleni fog itt kis cuccok. És ide legalúra úgy gondoltam, hogy egy kis equipment fiókot csinálunk, amik megint csak olyanok, hogy bármikor kellhetnek. Tekintve, hogy még bőven nincsen kész a szobám, nem tudok túl hosszú videót csinálni nektek, és túl részletesen mutogatni dolgokat, de ígérem, hogy ahogy kész lesz, és valami haladást tudok felmutatni, jövök nektek következő videóval. Amit nem mondtam, hogy ide egyébként mögém a falra szeretnék egy ilyen nagyon-nagyon szépen kitalált polcrendszert,
ahova tudok megint csak olyan dolgokat tenni, mint amik ott vannak. Nagyon jó fej a főbérlőnk, mert megengedte, hogy fúrjunk lyukakat. Azt mondta, hogy annyi a lényeg, hogy a igletteléssel és festéssel vissza lehessen állítani. Úgyhogy csodaszép lesz, de még nem jutottam oda, hogy kitaláljam, hogy milyen cuccokat szeretnék ide, mert hogy milyen polcot szeretnék ide, nem hogy oda, hogy megrendeljem, úgyhogy addig sajnos a fehér falat kell néznetek mögöttem, ami miatt páran reklamáltatok, úgyhogy de ez az én kis stúdióm, nagyon büszke vagyok rá, nagyon-nagyon örülök neki, és remélem, hogy látjátok már a fejlődést a videó képi anyagában, és remélem, hogy nem sokára még tovább tudok fejleszteni, rajta vagyok az ügyön, higgyétek el. Miután berendeztem a stúdiót, a következő az megint csak egy minőségbeli fejlesztés lesz, remélhetőleg, hogyha továbbra is néztek és érdekelni foglak titeket. Úgyhogy ez ma ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek a stúdiómat, remélem, hogy tetszik. Hogyha tetszik, és azt mondjátok, hogy cuki, és jó lesz, akkor dobjatok egy lájkot. Hogyha nem tetszik, akkor diszlájkoljátok, bár ez nagyon rosszul esne, mert én bele vagyok szeretve. És még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!